Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Március 7-én, hétfőn a TV Ajka híradóját látják. Nézzük a legfontosabb híreket röviden. Mobil óra Halimbán. Tüntetés lesz a járásbíróság előtt. Pénzbírsággal sújtották a gázolót. Az ajkai rendőrkapitánság, az ajkai járási hivatal és a halimbai község önkormányzata február 29-én mobil tartott a községben. A mobil fogadó óra célja, hogy a településen élők elmondhatják észrevételeiket, problémáikat, és együtt alakíthatják a község közrendjét, közbiztonságát és közszolgáltatási rendszerét. Halimbán az ott lakók azt jelezték, hogy a településen az átmenő forgalomban résztvevő járművek nem tartják be a sebességhatárt, és az ott lévő szórakozó helyen hétvégenként nagy a hangzavar, ami a közelben lakókat zavarja. A mobil fogadóra keretében Lorán György rendészeti osztályvezető, Pósa Dénes körzeti megbízott, Tóbel János halimba polgármestere, dr. Somogyi Gyöngyi az Ajka járási hivatal vezetője és Bárány Péter Ajkai járási gyámhivatal vezetője gyalog járta be a község utcáit. Csendes demonstrációt szervez egy nagymama az unokájáért szerdán délelőtt a járásbíróság épülete előtt. A nagymama azért szervez tüntetést, mert mélységesen felháborítja az a bírósági döntés, amely a hat éves gyermeket a szülők vállóperes során az édesapjának ítélte úgy, hogy semmi felróható nincsen az anya számára. Az asszony úgy látja, hogy rossz irányba fordul a világ, ha egy kisgyermeket el lehet szakítani az édesanyjától, aki őt megfelelően gondozza. Szerinte a bíróságnak nem szabadna támogatnia azt, hogy gyakorlatilag bármely édesanyától elperelhesse az apa a szülői felügyeleti jogot, akkor is, ha ez semmi nem indokolja, az anyának stabil munkahelye, saját lakása van, nem alkoholizál, nem kábítószerezik és nem bántalmazza a gyermekét. A nagymama elmondta, hat éves unokája folyamatosan attól retteg, hogy az édesanyja munka után nem mehet haza, mert az apja már hetek óta arról beszél neki, hogy ezután az édesanyja már csak látogatóba jöhet hozzá két hetenként. A csendes demonstrációra mindenkit várnak március 10-én szerdán, fél 12 és 13 óra között, aki egyetért abban, hogy rossz irányba fordul a világ, ha minden ok nélkül el lehet szakítani egy gyermeket az édesanyjától. Két évvel ezelőtti közlekedési baleset ügyében hozott másodfokú döntést a Veszprémi törvényszék. A baleset 2014. február elején történt a kora délutáni órákban a hétszínvirágovoda előtt. A vádlott meglehetősen figyelmetlenül tolatott, aminek következtében elütött egy nőt. A 42 éves férfi, miután gyermekét beültette a kocsiba, tolatásba kezdett. Ekkor nem vette észre a jármű mögött elhaladó hölgyet, akit telütött. Ugyan a csattanás hallatán megállt, de nem szállt ki a volán mögül, mert, mint utólag elmondta, azt hitte, hogy a gyermeke kerékpárja dölt el a teherautóban. Ezután ismét gázt adott a Renault-nak, amelyel 7,7 méteren áttolta maga mögött a kocsi alá félig beszorult asszonyt. A járókelő kiabálására, integetésére lett figyelmes, ekkor a fékre lépett. A nőnek szerencséje volt, hogy nem szenvedett súlyos egészségkárosodást. Így is agyrázkódással, álcsontöréssel szállították a kórházba. Az Ajkai Járásbíróság döntését helyben hagyta a törvényszék, a férfit közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 120 ezer forint pénzbüntetéssel sújtották. Pénteken nyílt meg Tamaskovics György Intarzia művész kiállítása a Szabadidőközpont kiállító termében. A kiállítást megnyitó Tévajda Vajda Márta tanár felidézte a Maskovics György életútjának főbállomásait, kiemelve, hogy a szép erdős tájak mindenütt nagy hatást gyakoroltak rá. Ösztönözték, hogy rajzban, majd interziákban örökítse meg azokat. Ars poetikája így szól. Az erdőt, a fákat örökké óvni, növelni kell. Ha mégis ki kell vágni, helyére újra, többet ültetni, a halott fát életre kelteni. Mi kell hozzá? A lélek által vont kéz. Tévajda Márta felhívta a figyelmet, hogy a tárlaton, a bejárat közvetlen közelében ajkai képek is láthatók, mert a művész városunkban is alkotott, barátai is vannak itt. A megnyitón közreműködtek a zeneiskola növendékei. Tamaskovics György végezetül a Nagy László Könyvtár és Szabadidőközpontnak ajándékozta egy ajkátábrázoló képét. A kiállítás március 18-áig tekinthető meg, munkanapokon 9-től 16.30-ig, szombaton 9-től 15 óráig. Szép számmal érkeztek az ötletelők március 3-án a Városi Múzeum város történeti termébe. Sipos Ottóné, a foglalkozás vezetője számtalan ötletet hozott otthonról. A megterített asztalon mindenki megcsodálhatta munkáit. Horgolt nyuszik, szalvétadíszek, sejemmel burkolt tojások, hóvirág, kis kishorgolt, keményített használati tárgyak, és a tavasz sokszínűsége ékesítette a terítéket. Sipos Ottóné bevezetőjében az alkotás öröméről beszélt, és még egy tavaszi versel is készült a férje nyomán. Az asztalán mindenki talált előkészített alapanyagokat. A legegyszerűbb csuhé tartótól, a sejemmel, kartonnal bevont tojásokig, a csipke cukortartótól a filc nyusziig, bármit lehetett készíteni. Meglepetéssel is készült a foglalkozás vezető. Nyuszi formájú kalácsot sütött, aszalgyümölcs darabkákkal, ötletet adva a húsvéti kalács formálásához, ízesítéséhez. Stílusosan répatortát is készített húsvéti ízekkel édesítve. Mindezeket kóstolásra kínálta, és figyelmesen előkészített recepteket is osztott mindenkinek. A foglalkozáson számtalan ötlettel lehettek gazdagabbak az érdeklődők. Aki fogékony az alkotásra, az a húsvéti ajándékok elkészítésének többféle módját is elsajátíthatta, a látott terítékekkel pedig ünnepélyessé, szebbé tehető a családi asztal. Az ötletelők legközelebb március 10-én találkoznak a múzeumban. Háromszor adott tegnap koncertet Kövi Szabolcs fuvalaművész a Nagy Lászlóvárosi Könyvtár és Szabadidő Központ aulájában. A nagyrészt népi fúvós hangszereket felvonultató zenész nőnapi koncertje március 6-án volt hallható, látható három egymást követő időpontban 26-28 fős csoportok számára. Az érdeklődők regisztráció után elővételben jutottak hozzá a belépőkhöz, és ajándék CD-vel térhettek haza. Kövi Szabolcs rövid bevezetője után kezdetét vette a meditációs utazás fuvolával, amelyből indiai és kínai is megszólalt, bavuval, pánsippal, magyar tilinkóval és különféle furújákkal. A háttérben az univerzum szépségeit és földünk csodás tájait lehetett látni a kivetítőn. Az egyórás koncert idején voltak, akik elszenderültek, az ébrellét és az álom határán lebegtek, de voltak olyanok is, akiket nem csak a zene, de a látvány is elragadott. Így egy rendkívüli nőnapi élményben részesültek a jelenlévők. Május 23-a és 29-e között kerül megrendezésre az országos és nemzetközi kortás összművészeti találkozó Veszprémben. Vándor Filászló, a Pannonvár színház igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: Idén hét napon keresztül lesznek előadások az elmúlt évek három-négy napos fesztiváljaival szemben, s ebből öt versenynap. A legmeghatározóbb műfaj továbbra is a Kortárs táncszínházé lesz. A produkciókat olyan rektorok értékelik, mint Szakál György és Emtót Géza. A részletes programokat a fesztivál igazgatója Krámer György harangozó díjas, táncművész és koreográfus napokra lebontva ismertette. Öt helyszínen nemzetközi szinten is elismert társulatok lépnek fel a rendezvény idején. Már a nulladik napon, május 23-án hétfőn két extra programot kínálnak a Veszprémieknek. Az egyik az Ártos Társulat Promenád című produkciója, ami egy városi utazás. A közönség autóbuszon ül, ami Veszprém városában közlekedik, és ezen a buszon, illetve egyes megállóiban lesz az előadás. A második előadás a nulladik napon egy különleges táncház lesz, Frenák pár társulatta tart egy bemutatót a közönségnek. A táncfesztiváljának bázisául a hangvilla szolgál, de helyszínként újra visszatér egy napra a Petőfi Színház, és minden hangverseny napon visszatér a játékszín, valamint szerepet kap egy új helyszín a nemrég átadott agóra. Természetesen Veszprém utcái és terei is bekapcsolódnak a programokba. Vándorfi László kiemelte, hogy az előadások nem fedik egymást, így minden produkcióra oda tud érni a közönség, és ennek megkönnyítésére buszjáratot indítanak a Hangvilla és az Agóra között. A fesztivál előadásaira már március 7-től egészen április 29-ig különböző árkategóriájú jegyekhez 50%-os kedvezménnyel lehet hozzájutni. A sajtótájékoztató végén Marie-Julie de Beaulieu francia táncművész a Frenák társulat tagja tartott rövid bemutatót. Az elmúlt hétvégén az FC Ajka Csákváron kettő gólos vereséget szenvedett. A Mercantil Bank mb 2 18. fordulójában került sor az Akvitál FC Csákvár FC Ajka labdarúgó mérkőzése Csákváron, a Csákvári TK sporttelepen. A találkozó játék vezetője Cirkelbach Péter volt. A gól nélküli első félidőt követően 3-1 arányú vereséget szenvedett az FC Ajka, így 665 nap után sem tudott a csapat idegenben nyerni. Még két idegenbeli találkozó következik a programban, legközelebb pedig csak áprilisban szerepel hazai környezetben Székely Tibor vezetőedző csapata. A következő ellenfelük március 12-én a lista vezető gyírmót lesz. Kedves nézőink, a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni a figyelmüket, következzen programajánlónk. Március 9-én szerdán 10-től 14 óráig intézeti véradásra várják a véradókat az Ajkai Kórház fertőző osztálya melletti vérvételi helyiségben. Kihelyezett véradás lesz március 10-én csütörtökön 11 és 15 óra között a Bönsz Kft-nél. Március 9-én szerdán 16 órakor lesz a Kreatív Klub következő foglalkozása a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ 5-ös termében. Témája kokárda készítése bőrből, textilből. Szükséges eszközök, olló, íróeszköz, tű, vonalzó. Március 10-én csütörtökön 14 órakor ötletbőrze kezdődik, husvéti ötletek pedagógusoknak címmel a Művelődési Központ József Attila utcai épületében. Bölcsesség a hétköznapokban címmel előadás sorozatra várják az érdeklődőket a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József Attila utcai épületében csütörtökönként este 6 órától, amelyre a példabeszédek könyvéből választott témákat tartanak az előadók. A következő program március 10-én lesz, a címe a munkáról és a szorgalomról. A Tósok Katolikus Iskola március 10-én csütörtökön nyílt napot szervez a leendő első osztályos tanulók szüleinek, ahol lehetőségük lesz megismerni az intézményt és az ott folyó munkát. A program 8 óra 30-kor tájékoztatóval kezdődik, 9 és 11 óra között óra látogatásra, 11 órától pedig kötetlen beszélgetésre lesz lehetőség. Március 11-én délután 4 órakor tartják a Városi Úszoda ünnepélyes megnyitóját. Aznap csak nézelődésre és szurkolásra lesz lehetőség, a nagy közönség március 12-én reggel 9 órától használhatja sportolásra és kikapcsolódásra a létesítményt. Gyűjtés szervez az Országos Állatvédőrség Alapítvány március 12-én szombaton 12 és 18 óra között a tesco Az adakozók a Vahur állatmenhelyen és a gyepmesteri telepen élő állatok ellátását támogathatják. Lövészfarsangot rendeznek az Attelőtéren március 13-án, vasárnap 8 órától 11 óráig, kispuska és légpuska kategóriában. Nevezés a helyszínen. Március 15-én 10 órakor kezdődik a Kossuth Szobornál az ünnepi műsor és a koszorúzás nemzeti ünnepünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. Március 16-án 16 órakor lesz a Kreatív Klub következő foglalkozása a felnőtteknek a művelődési központban. Az érdeklődők húsvéti dekorációt készíthetnek. Március 17-én 15 órakor vízi kormányosi tanfolyam indul kajak és kenu szakákban a Művelődési Központ József Attila utcai épületében. Március 17-én, 18-án és 19-én, 19 órakor bérletes színházi előadásoknak ad otthont a Művelődési Központ színházterme. A Magyar Zenész Színház előadásában a Mágnás Miska című operett tekinthető meg. Híradónk végén megköszönöm hogy a megtisztelő figyelmüket, kövessenek bennünket a tvajka.hu weblapon, ahol műsorainkat is visszanézhetik. A legfrissebb híreket, információkat az ajkaiszó.hu weboldalon találják. Következzen az időjárás jelentés viszontlátásra. Kedden az erősen felhős időben rövid időszakokra kisüthet a nap. Élénk lesz az északnyugati szél, 8-13 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szerdán a változóan felhős időben sok napsütés várható. Csapadék napközben nem valószínű, estétől azonban kelet felől megnövekszik a csapadék hajlam. Az északkeleti szél mérsékelt lesz. Kora délután 8-13 fok várható.